Nagy Lajos korában három tenger mosta Magyarország partjait. Ezt a hiedelmet Petőfi olyan gyönyörű szavakkal fogalmazta meg a Hazáról című versébe, hogy szinte nincs szívünk megcáfol. Ó, nagy volt hajdan a magyar, nagy volt hatalma birtoka, magyar tenger vizében hunyt el észak-keles dél hulló csillaga. Nagy Lajos magyar király uralkodott 1342 és 1382 között, valóban hatalmas birodalmat épített ki néhány évre Kelet-Európában. 1370-ben megörökölte Lengyelország koronáját, a balkáni uralkodók, a bosnyák, szerb, vidini bolgár, havasalföldi és moldvai fejedelmek pedig valamennyien elismerték a fennhatóságát. Csak hogy attól, mert egy magyar király egy másik államnak is uralkodója lett, vagy annak uralkodóját vazalusává tette, az illető állam még nem vált Magyarországgá, s tengeresen vált magyar tengerré. Ilyen alapon azt is állíthatnák, hogy Zsigmond király korában, akit német-római császárral koronáztak 1433-ban, az északi, a balti és a ligur tenger is Magyarország partjait mosta. Lengyelország nem tartozott a magyar korona alá, a két országnak csak a királya volt közös. Ráadásul elég kézbe venni bármelyik történelmi atlasz, hogy megállapítsuk, Nagy Lajos korában Lengyel nem volt tengere, mert a német lovagrend állama elzárta a balti tengertől. A lengyelek csak a következő században foglalták el a tengerpartot. Sőt, ahogy Csukovics Enikő megállapította, a Moldva feletti laza magyar fennhatóság sem terjedt a Fekete-tengerig. A magyar királyság határát csupán az Adriai-tenger mosta, Nagy Lajost és országát azonban máig az emlegetett három tenger nélkül is számon tartották a kontinens meghatározó politikai tényezői között. 19-es. Dugovis Titus önfeláldozó hőstettet hajtott végre Nándor Fehérvár védelmében. Szinte valamennyi szakkönyvben, népszerűsítő kötetben és tankönyvben megtaláljuk a híres történetet, Nándor Fehérvár 1456-os ostroma idején a védők egyike, Dugovis Titus birokra kelt egy törökkel, aki ki akarta tűzni zászlaját a vár egyik tornyára, és mivel nem bírt vele, magával rándotta őt a mélységbe. Wagner Sándor meg is örökítette a jelenetet egy 1859-ben készített festményén. Levéltárosok és történészek már régóta hangot adtak a történettel kapcsolatos kétségeinknek, amelyet legutóbb Szőcs Tibor foglalt össze a hadtörténeti közleményekben. Először is arra hívta fel a figyelmünket, hogy efféle hőstetteket csak két 15. századi szerző említett meg három alkalommal. Az első szerző az itáliai Antonio Bonfini, aki Mátyás király megbízásából látott hozzá Magyar Történet című művéhez, 30 évvel Nándor Fehérvár ostroma után. Nála olvashatunk a magyar vitézről, aki magával rántotta a halálba a zászlót kitűzni készülő törököt. Majd megemlít egy másik magyar vitézt is, aki hasonló hőstettet hajtott végre Jajca váránál 1464-es török ostroma idején. Ezt az utóbbit a jajcai eseményt idézte fel Lengyelországban elkészített emlékirataiban a szerb származású Mihálovics Konstantin is, aki nem ismerhette Bonfini művét. Csak hogy egyik szerző sem nevezi meg a magyar vitézt, mindketten egy névtelen katonáról írnak. A történetíróknak megtetszett a hősies gesztus. Elsőként a cseh Johannes Dubravius említette meg 1552-ben megjelent könyvében, csak hogy ő cseh nemzetiségűnek nyilvánította a névtelen hőst. A 16.-17. századi német krónikások tőle vették át a történetet, s aki Bonfinit is ismerte, már megállapíthatta, hogy a katona egyesek szerint cseh, mások szerint magyar volt. A 16., 17. és 18. századi magyar írók és történészek közül azonban senki sem említi meg a nándorfehérvári hőstettet. Péceli József volt az első, aki 1780-ban megjelent Haszonnal mulattató mesék című kötetében közzétette a történetet, amelyeket ő még Jajca ostromának
ostromához kapcsolt. Hatvani Pál helyezte át a helyszínt Nándorfehérvára 1796-os könyvében, s ezután a romantika és a nacionalizmus új nemzedékének körében egyre gyakrabban idézték fel a híres Hőstettet. Kisfaludi Sándor és Vörös Marti Mihály azonban még mindig egy névtelen vitézt emlegetett. A Dugovis Titus nevet először Döbrentei Gábor író tette közzé a Tudományos Gyűjtemény 1824-es év folyamában. Vas vármegye egyik eskütje, a Nemes Dömölkön élő Dugovics Imre ugyanis átadott neki három dokumentumot. Az első egy Mátyás királytól származó 1459-es adománylevél másolata volt, a második egy 1588-ból származó levél, a harmadik pedig Bercsényi Miklós 1705-ös mellevele. Mindhárom irat azt igazolta, hogy ő annak a Dugovis Titusnak a leszármazottja, aki a Nándorfehérvári ostrom idején magával rántotta a zászlós törököt. Ezek után a szépirodalmi és történeti feldolgozások jó voltából az afias önfeláldozás megtestesítőinek a neve rohamos gyorsasággal elterjedt, és a történet hitelességét egészen a 20. század végéig csak rendkívül kevesen vitatták. Csak hogy a Mátyás királynak tulajdonított oklevél, amelynek csak Kresznerics Ferenc sági plébános által készített átiratát ismerjük, minden jel szerint hamis. Szöcs Tibor felhívta a figyelmet arra, hogy szövege pontosan követi egy valóban korabeli, és ugyanerre a napra, 1459. június 22-ére datált oklevél szövegét. Az eredeti oklevélben Sitkei Bertalannak adományoz a királyai birtokot, amelynek a neve nem ismert, a Kresznerics féle átiraton pedig a Pozsony vármegyei tejfalu szerepel, amely állítólag a Kutalfalvi Darus családé volt, s mondt Mátyás a falut a Dugovis családnak adományozza. 15. század második felében azonban egészen más családok versenytek az említett faluért, Kutalfalvi darusoknak és Dugovicsoknak viszont nyomuk sincs Pozsony vármegye ekkori birtokosai között. Tejfalu csak a 18. században került az utóbbiak birtokába. A második bizonyíték, az 1588-as levél azt állítja a Dugovis családról, hogy nemesi származásúak, holott a familiát csak első Lipót nemesítette meg 1674-ben. A harmadik bizonyítéknak Bercsényi említett mellnevelének sincs meg az eredeti példánya, s meglehetősen furcsa, hogy úgy emlegedik benne Dugovics híres ősőjének Hőstettét, mintha ez közismert lett volna, holott évszázadokon át senki sem kapcsolta össze a család nevét a Nándorfehérvári ostrommal. Ráadásul a Dugovis család tagjainak csak egy 1816-os perben sikerült bizonyítaniuk, hogy valóban nemesek, e perben viszont nem említették meg állítólagos ősük Hőstettét. És vajon miért nem említették meg, ha egyszer ez a történelmi esemény szerintük olyannyira közismert volt, hogy már Bercsényi is tudott róla. Hogy a nevezetes Hőstettre valóban sor került Nándorfehérvár és vagy Gyajca ostrománál, avagy csak egy máshonnan származó történetet elevenítettek fel a krónikások, ezt egyelőre nem lehet eldönteni. Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy az ismeretlen vitést csak 1820 körül keresztelték el Dugovis Titus névre, egy vitatott kép nemességű család őre vonat hivatkozva próbálta megszilárdítani tekintélyét. 20-as. A déli harangszó a Nándorfehérvári győzelem emlékét hirdeti. A Bolzsák rossz hírű családjából származó harmadik Kalisztusz pápa rövid uralkodása idején egészen kiváló egyházfőnek bizonyult. A franciák azért emlékeznek rá jó szívvel, mert ő rendelt el az igazságtalanul kivézett Jeanne d'Arc perének felülvizsgálatát, a magyarok pedig azért, mert mindent megtett az oszmán birodalom elleni harcok támogatására. Megválasztása után esküdtett, hogy addig nem nyugszik, amíg a törököket ki nem kergeti Európában. Ebben talán az a tény is szerepet játszott, hogy Aragóniából érkezett a pápai trónra, ahol ősi hagyományai voltak a mohamedánok elleni küzdelemnek. Ő hozta létre a pápai flottát, amely 1455-ben még csak 25 gályából állott, pár év múlva azonban képessé vált egyes égei tengeri szigetek elfoglalására.
Az oszmánok elleni küzdelem érdekében különleges adót vetett ki egész Európa valamennyi egyházi javadalmára. Mikor ez a csekély kísérlet eredményt hozott, írja Barta Gábor, feláldozta az egyház kincseinek jó részét. Nemesfém étkészletek, drága ékszerek változtak át gurhuló pénzé, míg a pápai könyvtár díszes fóliánsairól is leszették az ezüstvereteket. A rossz nyelvet mindjárt meg is vádolták a pápát, hogy minden saját családja a Borgyák gazdagítása érdekében teszi, de ezúttal nem volt igazuk. 1455 őszétől rendkívüli követekkel szólította fel a keresztény fejedelmeket, hogy 1456 tavaszán vegyék fel a keresztet és vonuljanak hadba. Harmadik Frigyes, az utolsó német-római császár, akit még Rómában koronáztak meg, nem tagadhatta meg ezt a kérést, és 1455. októberében felvette a keresztet, de hadba mégsem vonult. A többi európai fejedelem még erre a gesztusra sem volt képes. A hazánkba érkező Hurán Kárvajál bíboros viszont pénzt hozott Hunyadi János számára, majd feltűzte a keresztet az immár egy éve Magyarországon tevékenykedő ferences hitszónok Giovanni da Capistrano mellére, s felszólította, hogy ne a huszitákat ostorozza, hanem mozgósítsa a tömegeket a török ellen. Ha a fejedelmek részéről nem is érkezett segítség, a pápai bulla hatására a nép köréből ezrek ragadtak fegyvert. 1456 nyarán harmadik Kalixtusz pápa útnak indította Osztiából aprócska flottáját, majd június 29-én kiadta a Cum His Superioribus Annis kezdetű bulláját, amelyet Mainzban maga Gutenberg nyomtatott ki. Ebben különleges bűnbocsánatot ígért mindazoknak, akik imáikkal segítik a kereszteseket. És hogy minden nép fajra és nemre való különbség nélkül ezeknek az imáknak és búcsunknak részese legyen, megparancsoljuk és elrendeljük, hogy az összes városok, területek és helyek minden egyes templomában a Nona és Vesperász között tudnélik a Vesperászra való harangozás előtt, de azt legalább egy fél órával megelőző időpontban, egy vagy több messzehangzó haranggal, s jól hallhatók legyenek, minden egyes nap háromszor harangozzanak, hogy este az angyali üdvözletre harangozni szokás, és akkor kiki az Úr imádságát, ezaz a mi atyánkot és az angyali üdvözletet, vagyis az üdvözlény Mária malasztal teljest háromszor köteles elmondani, azoknak, akik csak egyszer 40 napi, akik pedig háromszor elmondják térden elve kegyesen az Úrban 100 napi búcsút engedélyezünk. Erősíts testvéreidet, magyar vonatkozású pápai üzenetek 1456-ból és 1956-ból. Megjelent Szent István társulat kiadásában. A pápa tehát háromszori harangozást rendelt el. A harangozók viszont úgy könnyítették meg saját munkájukat, hogy rövid szüneteket iktattak az egyszeri harangozásba. A Nona nevű harangozásra délután 3 órakor, a Vesperász nevűre pedig 6 órakor került sor, tehát kezdetben nem is délben kellett harangozni, hanem a 2 délutáni időpont között. Vajon mikor tevődött át a harangozás délre? Az 1457-es brixeni zsinat már arról hozott rendelkezést, milyen imákat kell mondani a déli harangszóra. Érszegi Géza pedig arra hívta fel a figyelmet egyik cikkében, hogy 6. Sándor pápa változtatott véglegesen 3. Kalixtus rendeletein 1501-ben, elrendelve, hogy a harangszó délben szólaljon meg. Vagyis a harangok egyáltalán nem a nándorfehérvári diadal emlékét hirdetik, ahogy ez oly sok könyvben olvasható, mivel a búlát csak nem egy hónappal a július 22-i győzelem előtt tették közzé. Magyarországra azonban csak a győzelem után érkezett meg, s ezért él a harangozás mindmáig a győzelem emlékeként a köztudatban. Kalixtus pápa augusztus 6-án szerzett tudomást a Nándorfehérváron történtekről, s ezért ezt a napot az Úr színe változásának napját Hunyadi diadalának emlékére az egész kereszténység kötelező ünnepévé nyilvánította. 21-es. Lucrezia Borgia romlott méregkeverő volt. A romantikus legendák szerint a szépséges Lucrezia Borgiának, aki 1480 és 1519 között élt, rengeteg szeretője volt, akik közül többet is megmérgezett. Állítólag egy üreges gyűrűből öntötte a mérget az áldozatainak felkínált italokba.
Valószínűleg Victor Hugo 1833-ban írott drámájának és Gaetano Donizetti ebből készített operájának köszönhető, hogy a szép asszony neve napjainkra szinte a méregkeverőnő szinonimájává változott. Az aragóniai Borgia család akkor tett szert nagyobb hatalomra, amikor Alfonso de Borgiát Valencia püspökévé, bíborossá, majd harmadik Kalixtus néven pápává választotta. Rokonai ezután olaszosan írták ki a nevüket Borgia formában. A pápa jövedelmező állásokat biztosított számukra, s egyik unokaöccsét, Rodrigót 1456-ban bíborossá nevezte ki. Rodrigo alaposan meggazdagodott, s oly bőkezűen támogatta a művészeket, mint egy reneszánsz fejedelem. Vanozza Cattanei nevű szeretőjétől született törvénytelen gyermekeit, Cesare, Giovanni, Zsófét és Lucréciát később törvényesítette. Igen gondos apa volt, Cesare bíborossá és Valencia érsekévé nevezte ki, hogy egyszer apja nyondokaiba lépessem, Giovanni Gandia hercege lett, Zsófét pedig beházasította a nápai királyi családba. Szépséges Lucrezia Borgia a Vatikánban nevelkedett, rokona egy orszini hercegnő irányításával, aki egy zárdában tanította. Komoly klasszikus műveltségre tett szert, de apjának és bátyjának csak azon járt az esze, hogy mi lehetne, hogyan lehetne minél előnyösebben férhez adni. Már 11 évesen egy valenciai nemes, Don Cherubino de Cantelles mennyasszonyává nyilvánították, majd pár hónap múlva inkább Aversa grófjának fiához akarták hozzáadni. 1492-ben apját 6. Sándor néven pápává választották, aki azután egyre előkelőbb házasságokat tervezett leánya számára. 13 éves korában, 1493-ban összeházasította Lucréciát a 26 éves Giovanni Sforzával, Pesaro urával, Milánó hercegének unokaöccsével. Lucrezia azonban nem szerette a férjét, többször is megcsalta őt, és állítólag igen szabados életmódot folytatott Rómában Giulia Farnese, apja szeretője társaságában. A pápának nem volt már szüksége az Sforzák szövetségére, fia Cesare Borgia pedig úgy döntött, hogy inkább világi fejedelem akar lenni, ezért vezető szerepet játszott húga új házasságának előkészítésében. Lucrezia első férje attól tartott, hogy sógora Cesare végezni akar vele, ezért 1497-ben elmenekült Rómából. Egyesek szerint a felesége figyelmeztette a veszélyre. Giovanni Borgiát valaki meggyilkolta, és a rossz nyelvek szerint a fivére Cesare volt a bűnös. Savonarola éppen akkoriban követelte Firenzében a pápa előzését és a romlottság felszámolását, ezért 6. Sándor úgy vetett véget a botránynak, hogy rábeszélte Lucrezia férjét, nyilvánítsa impotensnek magát, s ezzel a házasságot felbonthatták. Lucrezia jó hírét azonban már sikerült tönkretenni, első férje ugyanis azt terjesztette róla, hogy nem csak a bátyjával létesített szexuális kapcsolatot, hanem az apjával is. A pápa kurvája, kiáltották utána néha a római utcákon. Pedig kolostorban élt, s apja egy spanyol nemes Pedro Calderón közvetítésével érintkezett vele. Csak hogy Lucrezia beleszeretett ebbe a fiatal emberbe, s hamarosan teherbe esett tőle. A felháborodott fivér Cesare Borgia 1498-ban saját kezdőleg szúrta le Calderont a pápai trón lépcsőjén. Lucrezia gyermekét Giovanni Borgiát előbb bátyja, majd apja fiává nyilvánították, majd Lucréciát 1498. júliusában hozzáadták aragóniai Alfonshoz, a nápolyi király törvénytelen fiához. Lucrezia megszerette kedves és művelt második fejjét, s 2 évig boldogan élt az oldalán. Még egy gyermekük is született, Rodrigo. Cesare és a pápa azonban már is új házasságot tervezett Lucrezia számára. Cesare Borgia egyrészt meggyűlölte sógorát, másrészt a francia királlyal szeretett volna szövetséget kötni, aki a nápolyi királyi család ellenfele volt, így aztán aragónai Alfonzot 1500. augusztus 18-án megfojtva találták meg az ágyában. Lucrezia össze volt törve férje halála miatt.
Napja előtt kijelentette, hogy nem fog újraházasodni, mert férjeit üldözi a balsors. 1501 végén mégis új házasságot kellett kötnie, ezúttal az esztei házból származó Alfonzzal, Ferrara hercegének fiával. Ferrarában Ruklécia új életet kezdett, erkölcsösen viselkedett, festőket, szobrászokat, művészeket támogatott, s tekintélyes humanistákat hívott meg udvarába. Férje Ferrara, Modena és Reggio hercege, valamint Rovigo grófja lett. Lucrezia mindenben támogatta őt. Ott állt az oldalán, amikor 1506-ban fel kellett számolni a fivéreinek összeesküvését, s 1509-ben is a Velence ellen viselt háború idején. Alfonz távolléte idején Lucrezia képviselte hatalom folytonosságát, ő elnökölt a tanácsülésein, s ő tárgyalt a nagyhatalmak követeivel. Személyesen ellenőrizte szeretett Ferrarájának erődítési munkálatait, és disszemléken lelkesítette a katonákat, akik őszintén tisztelték őt. 30-as éveiben a vallásossága is elmélyült, zárdákat, kórházakat látogatott. Bőkezően támogatta a szerzeteseket, s naponta többször is visszavonult imádkozni magánkápolnájába. Halála előtt két nappal levélben kérte 10. Leó pápától bűnei megbocsátását, s amikor 8. gyermeke nehéz megszülése után végleg lehunyta a szemét, egész Ferrara mélységesen meggyászolta őt. Egyik fia második Ercole Ferrara hercege lett, másik fia második Ippolit, pedig Milánó érseke és bíboros. Semmi bizonyíték rá, hogy bárkinek is ártott volna rövid élete során. A körülötte kavargó intrikák és gyilkosságok apja és bátyja Cesare Borgia nevéhez fűződnek. Rokonai afféle sakkfigurának tekintették politikai játszmáikban, de amint sikerült megszabadulnia tőlük, méltóságteljes, nagylelkű, kulturális és jótékony fejedelem asszonyjá vált. 22. A mohácsi verességért a magyar nemesség a felelős. Az 1526-os mohácsi vereség miatti felelősség keresése szinte a csata után megindult, s egészen a 20. századig tartott. Ahogy Szakály Ferenc megállapította, nem mondhatjuk azt, hogy történetírásunk csökönyösen mindegyre eltakarta szemét a múlt bűnei láttam. E bűnök ostorozása közel egykorú történészektől kezdve általános, régi hagyománya történetíróinknak. A régebbi történetírók a nemesség széthúzásával, pártviszályaival, az összefogás hiányával indokolták a vereséget. Csak hogy II. Szulejmán szultán legalább 60 000 reguláris katonával indult Magyarország elfoglalására, és a teljes sereg elérhette a 150 000 főt is. Mit tudott Magyarország ezzel az erővel szembeszegülni, tette fel a kérdést Szakály Ferenc idézett művében. Hogyan tudott alkalmazkodni a követelményekhez? A válasz félig meddig, de nem elégséges mértékben ahhoz, hogy a küzdelemben kilátásai lehessenek. Mátyás király hatalma csúcspontján 1487-ben Bécsújhelyen 20 000 lovas és 8 000 gyalogos fölött tartott szemlét, ami hozzászámítva a megszálló helyőrségek számát korabeli mércével tekintélyes seregnek számít, de ezt a nagyságot csak ritkán érhette el. Az oszmán túlerő tehát olyan nagy volt, hogy Mátyás zsoldos hadseregét is könnyen elsöpörhette volna, ha ez a hadsereg túléli létrehozóját. Maga a magyar nemesség ez időtájt már egyre kevesebbet foglalkozott a katonáskodással, de ezért alig ha ítélhetjük el. Ismét Szakály Ferencet idézem. Nem az ősi erények hirtelen végzetszerű megromlása okozta elfordulását a harcszakész életmódtól, hanem a gazdasági társadalmi fejlődés mozgása tette őt érzéketlenni a harcias és fogékonyja a békés életforma iránt. A 20. században az a legenda is elterjedt, mely szerint a mohácsi vereségre azért kerül sor, mert a dózsaféle parasztháború miatt megrettent nemesség nem merte felfegyverezni a parasztságot. Csak hogy a jobbát sohasem volt oly szilárd bástya a magyar honvédelem rendszerében, ami ennél korai marxista történetírásunk természetesen visszahatásként a korábbi, az elnyomott osztályok szerepét semmibe vevő felfogásra romantikus színekben látta. Az oszmán hadsereg elleni küzdelemhez nem alkalmi katonákra, tapasztalatlan népfelkerőkre lett volna szükség,
hanem ugyanolyan gyakorlat edzett a hadi mesterségben jártas hivatásos katonákra, mint amilyenek második Szulejmán mögött meneteltek. Talán a külföldi uralkodókat kell felelőssé tennünk, mert nem küldtek segítséget Magyarországnak. A 16. század hadtörténete azt bizonyítja, hogy ebben a korban szinte lehetetlen volt nagyobb távolságra eljutatni egy jelentősebb méretű hadsereget anélkül, hogy azt az élelmezési vagy egészségügyi problémák felülrölték volna. Ráadásul a nyugati hatalmak egymás elleni háborúikkal voltak elfoglalva, Közép-Európában pedig egyelőre nem sikerült létrehozni olyan erős államszövetséget, amely a siker reményében szembeszállhatott volna az oszmánokkal. Vagyis el kell fogadnunk Kulcsár Péter megállapítását. Az ország sorsa fölött úgy látszik, idebentről befolyásolhatatlan erők döntöttek. Mindenekelőtt az ellenséges túlerő, a hazánkhoz képest bizvest elemi csapásnak minősíthető oszmán agresszió. Ha valakire rászakad a lavina, alig ha érdemes firtatni, egészséges volt-e az áldozat vagy betegeskedő, edzett volt-e vagy csenevész, igyekezett-e két kézzel feltartóztatni a görgeteket, vagy gyáván meglapult. Lényegében az is mindegy, mivel foglalkozott az utolsó percekben. Ez az oka annak, hogy a történeti írásunk nem szívesen foglalkozik a jagellók korával. 23-as. Az újkori rabszolgakereskedelem az európaiak bűne. Afrikából először elefántcsontot, vasat és aranyat vittek ki a kereskedők, majd az aranykészletek csökkenésével a 17. század közepétől a rabszolgák váltak a legjövedelmezőbb árucikké. Az elhurcoltak számáról különböző bestések születtek. Afrikai történészek szerint, akik érthető módon hajlamosak a legmagasabb számokat elfogadni, 1500 és 1890 között 15 millió embert szállítottak át a rabszolgahajók az Atlanti-óceánon, 4 milliót hurcoltak el észak felé a Szaharán át, és 3 milliót kelet felé az Indiai-óceánon és a Vörös-tengeren keresztül. Szerintük tehát az újkorban összesen mintegy 22 millió áldozata volt a rabszolgakereskedelemnek. Más kutatók szerint ezeket a becsléseket túlzottnak tekintik. Szerintük a 15. századtól a 19. századig Fekete Afrikából körülbelül 10-11 millió afrikait adtak el rabszolgának az Atlanti-óceánon túlra. Ebből 38% a portugál gyarmatokra, vagyis főleg Brazíliába, 22%-uk az angol gyarmatokra, vagyis főleg a mai Egyesült Államokba, 16-16%-uk a spanyol és francia gyarmatokra, 5%-uk a holland gyarmatokra, 2%-uk pedig Európába és az Atlanti-óceán szigeteire került. Ha mindehhez hozzáadjuk a Szaharán keresztül északra hurcoltak számát, mintegy 2 milliót, valamint az indiai óceáni és vörös-tengeri rabszolgakereskedelem áldozataiért több mint 1 millió, akkor a végösszeg valamivel meghaladja a 14 milliót. A legtöbb szakértő ezt az adatot fogadja el. A történészek véleménye a rabszolgakereskedelem következményeivel kapcsolatban is megoszlik. Az afrikaiak érthető elfogultsággal hajlamosak túlhangsúlyozni az emberkereskedelem jelentőségét, és olykor megfeledkeznek róla, hogy a rabszolgaságot szinte valamennyi nép történetében megtalálhatjuk. Azt állítják, hogy az európai rabszolgakereskedők megállították a népesség növekedését Afrikában, megakadályozták a gazdaság fejlődését, behozott árucikkeikkel visszavetették a helyi ipart, s függőségre kárhoztatták a kontinens társadalmait. Ez valószínűleg túlzás. A 19. század előtt az afrikai társadalmak még a saját útjukat járták, és nem örlődtek fel olyan gyorsan, mint Amerika ősi társadalmai. Egyes történészek szerint a rabszolgák munkája tette lehetővé az atlanti kereskedelem és az ipari forradalom kibontakozását, tehát ugyanaz a folyamat, amely az európai és amerikai kapitalizmus győzelméhez vezetett, Afrikában megszilárdította a prekapitalista termelési formákat. Az európai és amerikai kapitalizmus kibontakozását azonban számos tényező együttes hatásának tulajdoníthatjuk,
melyek közül az afrikai rabszolgakereskedelem, bár nem lebecsülendő, távolról sem tekinthető a legfontosabbnak. És arról sem feledkezhetünk meg, hogy az áldozatok számára kétségtelenül rendkívüli szenvedést, egy részük számára azonnali pusztulást jelentő rabszolgakereskedelem egyszerre, ha nem is egyenlő mértékben, gazdagította meg a kereskedésben résztvevő Európát, tengeren túli gyarmatait, valamint az arab államokat és az afrikai királyságokat is, amelyek áruba bocsátották ellenfeleiket vagy alattvalóikat. A rabszolgakereskedelmet tehát aligha tekintetjük kizárólag az európaiak bűnének. Már csak azért sem, mert a rabszolgaság az európaiak megérkezése előtt már ismert volt az afrikai királyságokban. Kezdetben ugyan az európaiak maguk vadásztak a rabszolgákra, a 18. századra azonban ezeket már a helyi uralkodóktól szerezték be. Az emberkereskedelem a 18. század második felében érte el csúcspontját, amikor évente mintán 87 ezer főt szállítottak el. A fekete afrikai demográfiai növekedés azonban minden jel szerint pótolta a népesség veszteséget, a lakosság sehol sem indult fogyásnak. Ez valószínűleg az atlanti kereskedelem mellékhatásának tekinthető, Afrikában ugyanis elterjedt a könnyen termelhető és nagy tápértékű kukorica, manióka, ananász, földi magyaró és édes burgonya. Ha az európaiak felelősségét nem is vitathatjuk a rabszolgakereskedelem kialakításában, arról sem feledkezhetünk meg, hogy a 18. század végétől már vezető szerepet vállaltak az ellene folytatott küzdelemben. A 19. század folyamán a brit haditengerészet az emberkereskedelem több központját is megsemmisítette az afrikai partvidéken. 24-es. Nostradamus megjósolta a történelem nagy fordulatait. Nostradamus igazi reneszánsz szellem volt, művelt humanista és sokoldalú tudós, orvos, botanikus, csillagász, műfordító és költő egy szemében. Méltó kortársa Michelangelónak, Rebellének, Luthernek, Morusznak, Erasmusnak és Calvinnak. Az ő proféciái és a 16. század, az új vallási eszmék, a kitáguló világ, a megsokasodott háborúk századának nyugtalanságát tükrözik, akárcsak Michelangelo freskói, Rebellé és Erasmus szatírái vagy Morus utópiája. Eredeti neve Michel de Nostradam volt, a Nostradamus név ennek latin változata. 1503. december 14-én született Dél-Franciaországban, Saint-Rémy városban, szám módos kereskedők és orvosok leszármazottjaként. Zsidó eredetű családja ekkor már több mint 50 éve átért a katolikus hitre, s ő is élete végéig hű maradt a római katolikus egyházhoz. Dédapja Jean-Rémy tanította meg őt a latin nyelv, a grammatika és a csillagászat alapjaira. 1521-ben Montpellier-i egyetemen megkezdte orvosi tanulmányait, s három év múlva, a bakkalaurétusi fokozat megszerzése után hosszú vándorútra kelt a mágus és boszorkány mester hírében álló Mainzi Ulrich társaságában. A német orvossal Nyugat-Franciaországot bejárva gyógynövényeket gyűjtött, alkimistákkal, orvosokkal és asztrológusokkal ismerkedett meg, Bordóban pedig bestis betegeket is gyógyított. 1529-ben visszatért az egyetemre. Három év múlva letette a doktori cím elnyeréséhez szükséges vizsgákat, s megkapta a díszes sapkát, az aranyozott tövet és a doktori pecsétet. Ezután a kor legnagyobb botanikusa, az Agenben élő Jules César Seguier társaságában töltött el néhány évet, gyógyszereket készítve, klasszikusokat olvasgatva és kertészkedve. 1534-ben állítólag a pestis járványa is oly sikeresen szálltak szembe, hogy a hálás polgárok vállaikra vették, s úgy vitték végig a városon a két orvost. Valószínűleg csak egy influenza járványra kerülhetett sor, hiszen a pestissel aligha birkózhattak volna meg. Az 1538-ban kitört, immár valódi pestis ugyanis végzett Nostradamus első feleségével és két gyermekével. A reformáció és a vallási viszálykodás terjedésével pedig a humanisták egyre gyanúsabbnak tűntek a vakbuzgó katolikusok szemében. Nostradamust valaki feljelentette a Toulouse inkvizíció előtt szentségtörő megjegyzések miatt,
mire ő 1539-ben szedte a sátorfáját, s összvér háton neki indult a nagyvilágnak. Az immár hosszú szakát viselő napégette arcúorvos 6 éven keresztül vándorolt Spanyolországban, Itáliában és Franciaországban. Gyógyszereket, szépítőszereket készített, az újszülöttek jövőjét pedig horoszkóp segítségével jósolta meg. Az asztrológiát ekkoriban az orvostudomány nélkülözhetetlen részének tekintették, mert úgy vélekedtek, hogy a világ mindenségben misztikus kapcsolat fűzi egymáshoz a csillagokat, az élő és illetlen természetet, valamint az emberi testet. A növények gyógyító hatást gyakorolhatnak az emberre, logikusnak tűnik hát, hogy a csillagok helyzete is szoros kapcsolatban áll az egészséggel. Így aztán a test gyógyítása során nem csak a gyógyfüvek hatását vették figyelembe, hanem azt is vizsgálta, melyik csillagkép gyakorol rá kedvezőtlen hatást. Nostradamus ragaszkodott ehhez az ókori eredetű elképzeléshez, és nem hallgatott kortársára Vesaliusra, a modern orvostudomány megalapítójára, aki az égbolt helyett az emberi test anatómiájának tanulmányozására ösztökélte kollégáid. 1545-ről Nostradamus 2 éven át harcolt Marseille-ben a pestissel. Várostjára a pestis maszkot viselt, amelynek madárcsőrszerű részében gyógyszerek csökkentették a bűzt, 6 olajjal átitatott inget hordott, hogy bőrén át se fertőződhessen meg, és fejtől lábig beburkolta magát. Ijesztő látvány nyújthatott, segítő készségét viszont olyannyira nagyra becsülték kortársai, hogy meghívták Aix-Provence-be és Lyonba, amikor a pestis itt is megjelent. Gyógyszerei alig ha lehettek hatásosak, de köztudott, hogy aki nagyon hisz egy gyógyszer hatékonyságában, meggyógyulhat tőle, aki pedig meghal, az nem panaszkodik. 1547-ben végleg letelepedett Salon-de-Provence-be. Elvette egy kereskedő gazdag özvegyét, 2 emeletes házban élt, az emeleten asztrológiai megfigyelő állomást létesített, a pincében laboratóriumot és gyógyszereket árult. Forgalmazott kozmetikumokat is, illatszereket, fogkrémet, haj- és szakállfestéket, szappant és arckrémeket. Legtöbb készítménye megelőző jellegű volt, a test tisztaságát szolgálta. Orvosi tevékenysége mellett pedig lefordított egy 3.-4. századból származó bűvös tanításokat ismertető könyvet, az Horus Apollon Fils d'Osiris, magyarul Apollon Horus Osiris fia címe. Olyan híres lett, hogy még Tirolban is kapott felkérést horoszkóp készítésére. 1550-től 15 éven keresztül adta ki almanakjait, amelyek naptárt és jóslásokat tartalmaztak a következő évre. Ezekből csak részletek maradtak fenn, és a tárgyi lakos olvasó kénytelen belátni, hogy egyetlen jóslata sem valósult meg. 1550-re például azt jósolta, az égi testen nagy vérontást jeleznek Európa 2 szélén, nyugaton és keleten, középen pedig a félelem fog uralkodni. A vallásháborúk és a törökkel vívott háborúk korában ez könnyen elképzelhető volt, ebben az évben azonban sem Angliában, sem Magyarországon nem került sor nagyobb harcokra. Csak idős korában látott hozzá a mindmáig idézett Centúriák megírásához. A 104 soros versikéből álló ciklus nevezte Centúriának, vagyis századnak, amelyekből élete végéig csak nem 1000-et készítette. Ezeket szándékosan homályos stílusban fogalmazta meg, hogy csak a tudósok és beavatottak érthessék meg a rejtett bölcsességet, a későbbi kiadások sajtóhibái pedig tovább fokozták a homályt. Nincs ebben semmi különös. Kortársai közül igen sokan írtak proféciákat, és Luthernek is voltak látomásai, amint az köztudott tinta tartóját vágta az őt megkísértő ördökhöz. 343 verset tartalmazó első centúriáit 1555-ben adta ki királyi engedéllyel Lyonban. A következő évben a kötetet már ugra is nyomták Avignonban, 1558-ban pedig az új kiadás már 300 új centúriát tartalmazott. Nagy sikere miatt féltékeny kortársai azonnal megtámadták, főleg a protestánsok. Calvin a hamisság szörnyetegének nevezte, Guillaume Farel szörnydamusznak, és mindezek mindketten azt hangoztatták, hogy az asztrológia ellentétes a keresztény hittel és a vallással.
A főnemesség és az udvar azonban támogatta őt. Medici Katalin anyakirályné hívására 1556-ban Párizsba, majd Blois-ba utazott, ahol bíborosok és a királyság főtisztviselői gondoskodtak kényelméről. Medici Katalinnal közölte, hogy mind a hét életben maradt gyermek híre király jövő vár, s ezért gazdag jutalomban részesült. Jósata nem vált be. Igaz, hogy Ferenc, Károly és Henrik egymást váltották Franciaország tornyán, Erzsébet spanyol királyné, Margit pedig navarrai, mart francia királyné lett, Claude-ot viszont csak Lotharingia hercege vette feleségül, Hercule Francia pedig semmilyen uralkodói rangot sem kapott. 1559-ben Medici Katalin férje, második Henri király egy lovagi torrán halálos balesetet szenvedett. Ellenfele láncsajának szilánkja a szemébe fúródott. Az utókor ezt az esemény tekinti Nostradamus első bevált jósatának, mert első centúriája 35. versében a következőt írja. Ifjú oroszlán legyőzi az öreget harcmezőn, különös viadalban. Aranyketrezben szúrja ki szemét, két flotta közül az egyik kegyetlen halált hal. A kortársak azonban egyáltalán nem érezték úgy, hogy Nostradamus bármit is megjósolt volna. Soha senki nem nevezte oroszlánnak a francia királyt, aki egyáltalán nem volt öreg, és a két flotta is értelmezhetetlennek tűnt. Valószínűleg az angol királyról, 8. Henrikről lehet itt szó, ne az ifjú brit oroszlán, aki az öreg Mórusz Tamást a Tóvej arany ketrecébe zárva fosztotta meg a szabad világlátásától. A két flotta pedig a két egyház, a katolikus és az anglikán küzdelmét jelzi. Az egyházakat ugyanis gyakran nevezték képletesen hajónak flottának. Éves almanakjában pedig a jóslatok között Nostradamus szót sem ejtett a francia király haláláról. Itt jutottunk el a kérdés lényegéhez. Nostradamus az almanakokban jósolt, a centúriában azonban nem. Ezekben a bekövetkezett eseményeket értelmezte a bölcs, a látnok, a moralista nézőpontjából. A profécia nem a jövőt jósolta meg, hanem a jelent értelmezi. Nostradamus úgy tett, mint az Ótestamentum profétái, akik az isteni üzenetet olvasták ki a már megtörtént eseményekben. A centúriák tehát egy olyan múlt krónikáját jelentik, amelyet Nostradamus az események igaz tanújaként megismert, írja Louis Locher, francia történész. A napjainkban olyannyira rejtélyesnek tűnő utalások a korabeli eseményekre, a reformáció harcaira, valamint a Habsburg és a Valois uralkodók háborúira vonatkoznak. Lássunk néhány négyszorost. A Lemántónál a prédikációk bosszúságot okoznak majd. A napok hetekké, hónapokká, évekké válnak, s mire megjön az esze mindenkinek, s az előjárók átkozni fogják hiú törvényeiket. A harmadik sor végén lévő igét úgy szokták értelmezni, hogy minden összeomlik, az egész verset pedig a népszövetségre vonatkoztatják valahogy így. Genfi tónál addig tart a fecsegés, amíg ki nem tör a második világháború. Valószínűbb, hogy a hithű katolikus Nostradamus Calvinnak és más svájci követőinek prédikációit ostorozza, s azt reméli, a svájciaknak megjön az eszük, és visszatérnek a katolikus hitre. Lássunk egy másik példát. A függő viszonyba került tengeri városban a borotvált fejű ragadja magához a satrapa rangját. Előzi a tisztátalanokat, akik ellenfelei lesznek, és 14 évig tart zsarnoksága. E verset úgy szokták értelmezni, hogy a francia függésbe kerülő korzikai városban, Ajaccióból érkező kopasz Napóleon előzi a korrupt kormányzatot, 14 éven át uralkodik Franciaország felett. Sajnos 1799 és 1814 között 15 év telt el, Napóleon pedig csak idősebb korában kopasztott meg, mint oly sokan mások. Valószínűbb, hogy az észak-afrikai kalóz vezérről, a valóban nyírod fejű Barbarosszáról, más néven Hayreddinről van itt szó. A tengerparti város pedig vagy Tunisz, amelyet 1534-ben elfoglalt, vagy Toulon, ahol flottája eltölthette 1543-44 telét, második első Ferenc francia király szövetségeseként az 5. Károly császár elleni háborúban. De ki ismeri már a mikorunkban ezeket az eseményeket? Ki ismeri pontosan a francia nyelvnek azt a régi változatát, amelyen Nostradamus írt?
ki ismeri fel az első kiadások sajtóhibáit. A mai Nostradamus szakértők elég szabadon bánnak a szöveggel, gyakran nem is francia, hanem más nyelvből fordítják le a verseket, és el is hagynak egy-egy sort, ha az nem egyeztethető össze az általuk megtalálni kívánt jelentéssel. Így aztán lehetővé váltak a legkülönbözőbb értelmezések, és némi fantáziával bárki eljátszadozhatna a szövegekkel. Az utóbbi idézett négy soros például úgy is értelmezhetjük, hogy Magyarországra vonatkozik. A tengerész Horthy, uralma alá került város Budapest, hamarosan függésbe kerül a Szovjetuniótól. A kopasz Rákosi lesz a satrapa, Sztáliné, és előzi ellenfeleit. Az utolsó sorban emlegetett zsarnokság pedig nyilván Éhes Gyula közismert versére utal, hogy zsarnokság van, ott zsarnokság van. Természetesen minden efféle értelmezés csak játék és semmi köze Nostradamushoz, aki az ótestamentumi prófétákhoz hasonlóan arra figyelmezteti kortársait, hogyha továbbra is az eskörstelenség, az ostobaság, a hiúság és a hatalomvágy határozza meg életüket, akkor újabb háborúk robbannak ki, újabb öldöklésre és szenvedésre kerül sor. Aki hozzá hasonlóan pusztulást, halált és szerencsétlenségeket jósol, az sajnos számított rá, hogy még jó ideig látoknak fogják tekinteni. Az utókor számtalan legendát terjesztett róla. Állítólag meggyorsolt egy itáliai papról, hogy pápa lesz belőle, előre megmondta, milyen lesz a termés, Medici Katalinnak megidézte egy 45 napos szertartás keretében Azrael angyal, stb. Mindenből csak annyi igaz, hogy az asztrológiát kedvelő anyakirályné 1564-ben fiával, 9. Károly királlyal együtt országjárása során meglátogatta Nostradamust, akit a király orvosává és tanácsosává nevezett ki. E címeknek és a belejáró jutalmaknak köszönhetően az öreg orvos végrendeltében több ezer aranyat oszthatott szét családtagjai között. 1560-ban halt meg, a Szent Ferenc Kolostor templomában temették el. Felesége által elkészítetett sírfelirata már olyan színben tünteti fel őt, amilyenben az utókor szeretné látni. Itt nyugszanak az igen jeles Michel Nostradamus csontjai, az egyetlené, aki valamennyi halandó közül méltónak bizonyult arra, hogy csak nem isteni tolla segítségével, a csillagok járása szerint megírhatta az egész világ eljövendő eseményeinek történetét. 62 évet, 6 hónapot és 14 napot élt. Szalomban halt meg az 1566. évben. Ne zavarja meg az utókor nyugalmát. Házas fele a szaloni Empozárd igaz üdvösséget kíván házastársának.